Tisztelt hallgatóság! Az agytörzs után a cerebellum irányába megyünk, a kéreg felé tartva, úgyhogy ez az előadás először a kisagynak a sejt közötti kapcsolatot fogja bemutatni, és a következő alkalommal pedig a kisagy afferens és efferens pályáról lesz szó. Valamennyit tanultunk már gyakorlaton a kisagyból. Ugye ez egy medián sagittális ábra, a negyedik agykamra mögött, a fastigium mögött helyezkedik el a kisagy. Amit láttunk a medián sagittális metszeten, az a vermis, és két oldalán lehet látni a nagyobb kiterjedésű hemiszfériumokat. Ezt láttuk már az órán is, és azt is láttuk, hogy hasonlóan a nagyobb kéreghez kívül van a szürke állomány, belül pedig a fehér állomány. Már most szeretném kihangsúlyozni, hogy van egy nagy különbség a nomenklatúrában, itt nem vírusoknak, hanem fóriumoknak nevezzük az egységeket. Amit talán már láttak gyakorlaton, az a vermisnek az első fórium, ami rajta fekszik a velum medullare superiuson, ezt ligulának nevezzük, illetőleg az utolsó fóriuma, amely pedig a fastigium másik oldalán található, ez a nodulus. Ez előtt pedig egyel az uvula volna felismerhető. A másik oldalon lehet látni a fehér állományba illeszkedő úgynevezett intracerebelláris magvakat, amelyek közül makroszkópusan igazából csak a nucleus dentatus látszott. Ezen kívül van még a nucleus emboliformis és globosus, valamint középvonal közelében elhelyezkedő nucleus fastigi. Az ábra már azt is mutatja, a színkódónak értelme van, hogy melyik területről a kisagynak a purkinyesejtek axonjai hova vetülnek, melyik kisagy maghoz vetülnek, ugyanis már most kihangsúlyozom, hogy a kisagy efferens pályái azok elsősorban a kisagy magvakból indulnak. Erre majd visszatérünk később egyben. Ugye képanalízises eljárással lehet látni a kisagyat, nagyjából megint a medián sagittális metszetben, kicsit oldalt, és itt pedig előjön a hemiszférumoknak a legnagyobb fóriuma, amely klinikailag is fontos, ez a tonzilla, hiszen a tonzilla okozhat beékelődést megnövekedett intrakraniális nyomás esetében, és akkor ugye a foramen magnum csontos keretébe beékelődve összenyomja az alatta lévő medulla oblongátában elhelyezkedő keringési és végzési központokat, ami halálhoz vezethet. A kisagy felosztása. Ha megnézzük, középvonalban, tehát a vermis van kisebb sugárral, két oldalon nagyobb kiterjedésű hemiszférumokat látjuk, ismételten, és felvéstanilag és funkcionálisan is több három részre lehet osztani a kisagyat. Talán a legősibb résszel kezdeném, a flokkolonoduláris lebennyel, amihez, tehát a nevének megfelelően a legutolsó vermis fólium, tehát a fastigium szomszédságában nevezkedő nodulus tartozik, ez egy alulnézet a fossa romboide irányából, illetőleg oldalt a cserebogár antenna hasonlatot használó, tehát a leírva formáját alapján ennek nevezett flokuluszokat látjuk. Ez a kettő, a legősibb része, ezt archicerebellumnak is hívják, vagy archocerebellumnak, funkcionálisan pedig ez a vestibulocerebellum, ez kapja a belső fül vestibuláris rendszeréből az információt, mert a kisagy egyik fő feladata az egyensúlyozás szabályozása lesz. A következő az úgynevezett előső lebeny, amely a fissura prima előtt helyezkedik el, és kicsit mediálisabb kiterjedésű. Ez a következő földéstani része a kisagynak, paraocerebellumnak is hívják, és funkciósan pedig a spinocerebellum. Ide vetülnek elsősorban a proprioceptív pályák, amelyeket már a felszálló pályáknak tanultak, mint a tractus spinocerebellaris anterior és posterior például. A legnagyobb része, ami legoldaltabbra is helyezkedik, vagy nyúlik ki, az pedig a legújabb része a kisagynak, amely hátsó lebenynek is van nevezve, vagy más néven neocerebellum feldéstamból, illetőleg funkcionálisan ez a pontocerebellum, vagy cerebro pontocerebellum, itt hiányzik a nomenklatúrában, ez a legjobban kifejlődött része emberben. Tehát ez egy
hátsó felső nézet, ez pedig egy alsó nézet. Itt lehet látni a fasztigiumot, amit tanultak a lónézetben, illetve a bélomedulláris superiorus inferiorus, a pedunkuluszokat, a szomszédságban pedunkulusz cerebelláris superior et medius. Ha kiterítenénk a vermiszt és hemiszférumokat, akkor látnánk ezeket igazából jobban, és ugye így úgy tűnne, mintha a legelső és a legutolsó fólium például a vermisznek távol kerülne egymástól, de ugye láttuk, hogy a fasztigum körül helyezkednek el igazából a szomszédok. A legelső, és azokat húztam alá, amelyeket vizsgán kérdezhetjük, a lingula lenne, tehát legelől. Odaírtam a hemiszférumon lévő megfelelőjét is, amit egyébként nem tanítunk, ez a lingulának a szárnya, itt volna rózsaszínnel jelölve, vagy akár ebből a másik nézetből. Ugye itt oldalt helyezkedik el a középvonalhoz képest. Aztán ugye minden fóliumnak van neve, most már nem tanítjuk ezeket a csökkentett tananyag miatt, azonban az utolsó kettő fóliumot megint kérjük, tehát az utolsó a nodulus, ahogy említettem korábban is, valamint egyel előtte az ugulát találnánk, és akkor ennek megfelelő részei a hemiszférumon, tehát a nodulusnak a flokulus, zölddel, nodulusnak a flokulus, és az uvulának pedig a tonzillák lennének, és ez okozhatja a beékelődést, vagy ez okozhatja a beékelődést megnövekedett koponya üri nyomás következtében. Megint hát emelképet látunk, és különféle nézetből. Ugye az első, az nagyjából a merőleges állású az agytörzs hoztengelyére, és ezen is látjuk a vermiszt, a középvonalban a fák cerebellit, valamint egy összeömlési területét a szinuszoknak, amit confluens sinusnak nevezünk. Ez pedig egy nagyjából függőleges állású kép, ahol jól látszik a torokszorosra hasonlító hármas, és innen kapják a nevüket, ugye középen az uvula, két oldalán pedig a tonzilla. A kisagy szövettanára térve, tehát, mint említettem, az egysége a fólium, és amit szeretnék hangsúlyozni gyerekre, hogy ugyan a legkülső réteg világosnak tűnik, de ez is a szürke elományhoz tartozik. Tehát a kisagy esetében is a szürke elemány van kívül, amelynek három rétege van. Legkívül a stratum molekulárét látjuk, aztán egy nagy sejtes terület, a purkinje sejtek rétege, ez egy elég rövid kis zóna, ez a stratum ganglionare, és belül az egész agyunk legszámosabb neuronját tartalmazó stratum granulózuma szemcse sejtekkel, ebből van az egész központi idegrendszer legtöbb idegsejt. Tehát stratum granulózum van legbelül, és ezután pedig középen a fóliumok tengelyét alakító fehér állomány következik, amin a albának hívunk. Ugye ez az érdekes és szép mintázat, ez hát alkotta meg ezt a leírást, hogy ezt Arbor Vitae-nek, az életfájnak nevezték el, a Thuja occidentalis növény hasonlatossága alapján. Ez egy újabb ábra, amit nemrég találtam és tettem be, hogy kiemeljem a lényegét a purkinje sejteknek. Egy csomó afferens érkezik a kisagyhoz, különféle területről, itt említettem a vesztibuláris rendszert, vagy például az izomtónus felől a spinocerebelláris pályákat, illetőleg emberben a legtömegesebb, a nagyobb kéreg irányából, de nem közvetlenül, hanem a nuclei pontis közvetítésével, ez a három talán legnevezetesebb afferens. És ezek, majd látjuk a részleteit, de egyrészt a kisagyi magvakat stimulálják, tehát ezek excitatórikusak, másrészt pedig fölmennek a kéregbe, és ott a purkinje sejteket aktiválják. Tehát van egy ilyen direkt kör, és a kimenő információ, mert említettem a korábbiakban, hogy a kisagy efferens pályái elsősorban a kisagyi magvakból indulnak, tehát ez egy direkt stimuláció, és az a feltételezés, hogy ez a hosszabb kör, ez pedig ennek a kontrollja lenne, ugyanis a purkinje sejtek, és szeretném ezt kihangsúlyozni, ezek gátló sejtek,
tehát itt GABA szabadul fel, szemben az exocitotrópikus sejtekkel, ahol pedig glutamát található. Tovább haladva egy újabb ábrát ugyancsak feltüntetek, ahol mutatom, hogy két nagy afferens halad a kisagyi kortex felé, és az előbb említett spinocerebelláris pályák, pontocerebelláris pályák, valamint vestibulocerebelláris pályák mind ezt a maharostos változatot használják, és így képesek direktben a kisagyi magvakat aktiválni, ugyanakkor felszállnak a purkinje sejtekhez is, majd meglátjuk, és közvetett módon, de azokat serkentik. A másik, az pedig az úgynevezett kúszórostos variáció, innen csak egy helyről történik az afferens információ szállítása, ez pedig a nucleus olivaris inferior, ez is képes direktben aktiválni a kisagyi magvakat, ide tettem ezek neveit, és abból indulnak ki a kisagyi efferens pályák. És ez is képes fölmenni a purkinje sejtet, ezt majd látni fogjuk, direktben is képes aktiválni a purkinje sejtet, hogy aztán az gátolja, és a túlzott stimulációt, amelyet a bejövő rostok képeznének a kisagyi magvakban, ezt próbálja kicsit kontrollálni. Ezen a fél fóliumon mutatnám be a kisagy kéreg legfontosabb sejtjeit és azoknak az elrendeződését. Ugye szeretném kihangsúlyozni, tehát ez egy fóliumnak a harántmetszete, és oldalról ránézve lehet látni a fóliumnak a hosszmetszetét is, ez fontos lesz majd az elrendeződések miatt. A fő sejt, tehát a purkinje sejt lesz, amely szeretném kihangsúlyozni, hogy harántmetszetén a fóliumnak látszik ez a szép fa rajzolatú dendrit rendszere, és oldalról ránézve a fólium osztengében látjuk, hogy gyakorlatilag nincsen kiterjedése nagyobb a purkinje sejtnek, tehát gyakorlatilag párhuzamosan helyezkedik el a haránt tengelyre. Az előbb említett a purkinje sejtek axonjait, az előbbi ábrákon láttuk, hogy ugyanaz ábrán nincs benne, de elsősorban a kisagyi magvakhoz mennek. Na most van egy változat, amely képes az előbbi sémás ábra alapján stimulálni közvetlenül a dendrit fáját a purkinje sejteknek, ez pedig a kúszórost, és ez az, amely a nucleus olivaris inferiorból érkezik, ez egyetlen forrás és egyet egy különleges pálya igazából, illetve egy végződés. Látjuk ennek a kiterjedését, hogy fölkúszik, innen kapja nevét a dendrit fájának, a purkinje sejtnek, és azt képes aktiválni. A másik és az összes többi pályát, ami a kisagyban megy, ez jellemzi, hogy moharostal végződik, és ezek a moharostok, ezek majd a következő sejttársággal, az úgynevezett szemcse sejtekkel képeznek szinapszist, a szemcse sejteknek a kis karomszerű nyúlványain szinaptizálnak, és majd egy érdekes összetett szinapszist képeznek, majd erről lesz szó későbbiekben, úgynevezett kisagyi glomerulus. De minden esetre ezek mind a kúszorostok, tehát a kék, mind pedig a marrástok, a zöld, ezek stimulált, tehát excitotrópikus sejtek, és ennek megfelelően egy glutamát, itt pedig aszpartát szabadul fel, és a szemcse sejteket aktiválják, és szeretném kihangsúlyozni ezt, hogy a szemcse sejtek axonjai fölszáll a strátum molekuláréba, majd ketté válik, és ez az, amely a fólium hossztengelyével párhuzamosan halad. Ezért ezeket paralelrostoknak nevezik. És a paralelrostokat, ha nézzük a keresztmetszeti képen, akkor ilyen kis pontokba látjuk. Minden esetre mindennel, amivel találkozik, azt stimulálni képes, tehát a szemcse sejtek, excitatórikus sejtek, és már most szeretném kihangsúlyozni, hogy a kisagy kéregben ez egyetlen, amely excitatórikus sejt, az összes többi gátló sejt lesz. Legalábbis a klasszikus elmélet alapján. Na most miket képes aktiválni? Tehát képes aktiválni a dendrit fáját a purkinje sejteknek, ugye itt is volna, csak a perikarinját hagyta meg az ábra, a dendrit fáját helyezkedne el, de nem csak a purkinje sejteket képes aktiválni, amelyek aztán ugye gátlóak lesznek a kisagymagok számára, hanem oldalt vannak kosársejtek, amelyeket aktiválva az aktivált zóna
két oldalán, tehát tulajdonképpen a Harán-tenger mentén haladva párzamosan képes 10-15 purkinje sejtet gátolni. A végén az axonerezis dombhoz haladnak ezek a fekete rostok, és ott egy gátló szinapszist képeznek. Tehát, ha mondjuk azt képzeljük el, hogy jön a nagy afferentáció és a stimulus a zöld rostok mentén, a szemcse sejteket aktiválja, ezen purkinje sejteket, amelyek itt középen helyezkednek el, aktiválja, és ez, nem mondtam még, kb. 400 purkinje sejt hosszan történik a fólium hossztengelyvel párhuzamosan. Ugyanakkor az oldalán helyezkedő kosársejteket bekapcsolva az aktivált zóna két oldalán, mert az másik irányban is ugyanígy értendő, 10-15 purkinje sejtsávban a többi purkinje sejtnek a gátlását eredményezi. Ugye már most szeretném kihangsúlyozni, hogy a gátlása a gátló sejteknek, az a kimenőjele tekintve serkentő lesz a kisagyi magvak vonatkozásában. A másik gátló sejt az a stratum lekvára felső részében helyezkedik el, ezek a csillagsejtek hasonlóképpen a paralel rostok, tehát a szemcse sejtök felől aktiválják őket, ezek azonban nem az axonerezési dombnál, hanem a dendritfáján képesek a purkinje sejteket gátolni, tehát ezek is, mint a kosársejtek, a kollaterális gátlásban játszanak szerepet, és ez a központi idegrendszerben egy elég általános jelenség, hogy van egy aktivált zóna, és ennek két oldalán gátlásos zóna lép fel, és a kimeneti jelet, ha most nézzük, az pont fordított egyébként, de az most ilyen szempontból nem érdekes. A teritoriumot azután, és így a kis vagy kéreg egységét is, a legnagyobb sejt fogja megszabni, ezek a golgi sejtek, amelyek térben egy hengerszerű formát mutatnak, hatalmas perikariumnál már a stratum granulozomban. Ennek nyúlványi rendszerű dendritje egyrészt a stratum granulozomban, egyrészt fölnyúlnak a stratum molekuláréba, és itt nem látjuk, de van axon is, amely ide megy a szemcse sejtek irányába, ahol majd fontos szerepe lesz az úgynevezett kisagyi glomerulusban. Ezek a sejtek ugyancsak gátló sejtek, és ha túl sok stimulus érkezik be, akkor már az elején képesek elfolytani a zöldről, tehát a moharosról, a sárgára, a szemcse sejtek dendritjére való szinapszis vagy serkentést. Ez egy ilyen érdekes adat, csak annak érzékeltetésére, hogy milyen arányban vannak ezek a sejtek. Ugye egy négyzetmilliméternyi területen a legtöbb, 3 millió az a szemcsesejt, és a szemcsesejtből van a legtöbb az egész központi idegrendszerünkben. Ehhez tartozik mondjuk 600 ezer glomerulus, tehát ezek a szinapszisok a sárga és a zöld között, majd beszélünk róla, és jóval kevesebb a nagy territoriumokat alkotó golgi sejtek száma, csak 50, és aztán van gátlósejt, kosársejt, mondjuk csak 600, és a purkinje sejt is jóval kevesebb, tehát durván 500 található egy ilyen négyzetméter, vagy egy négyzetmilliméternyi területen. Hát itt próbáltam összegezni az egyes kisagy kéreg réteg tartalmát, tehát ahogy mondtam, legfelül a stratum molekulára van. Ebben a purkinje sejteknek csak a dendritfája helyezkedik el, mert a sejtestje az ugye a stratum ganglionáriumban van. Azonban itt található itt fönt a paralelrostok rendszere, itt a másik képen is itt lehet látni ezeket, illetőleg a két fő kollaterális gátlósejt, a stratum molekulára mélyebb részén elhelyezkedő kosársejt és a följebb lévő részen lévő csillagsejt is. Ezen megy aztán még keresztül a Bergmanglia nyúlványrendszer is, amit nem tüntettem fel itt a képen. Egyébként ez egy érdekes, különleges gliasejt, csak a kisagyra jellemző. A stratum ganglionáriumban igazából csak ez az egyetlen egy sejtréteg lenne, ahol a purkinje sejtek répa alakú sejtestjei találhatók, illetőleg itt van a kosár sejteknek a gátló szinapszis, a kosár szinapszis a purkinje sejtek axonerezési dombjánál. Ezen kívül nyilván áthaladnak rostok rajta, például a kúszó rost ezen a zónában, vagy a szemcse sejteknek az axonjain, aztán paralel rostokká válik a stratum molekuláriban. És a stratum ganglionáriumi területén lennének a Bergman-féle gliasejteknek a sejtestje is. A stratum granulozom a legbelső rész, a kérget tekintve még mindig, és itt a legtömegesebb sejttípus helyezkedik el a szemcse sejtek
sejtestjei, illetve dendritjei. Itt vannak azok hatalmas territoriumokat alkotó bolgyi sejtek is ezen a területen, ezeknek is a nyúlványrendszer elsősorban itt indul ki, tehát gyakorlatilag ezeket lehetne megemlíteni. Valamint itt végződnek a maharosok, amelyek jönnek a szemcsesejtek dendritjéhez. Ez egy kicsit egyszerűsítve mutatja a sejtek közötti kapcsolatokat, tehát a purkényes sejtek tekintve most kétfajta stimulus létezhet, van egy direkt, a kúszoros által, ez csak egy helyről jön, illetőleg van a többi a maharostok, amelyek a szemcsesejteket aktiválva a paralelostok által aktiválja a purkényes sejteket. Aztán a következő, a B ábrán már a többi gátlóneuron is be van kapcsolva, ugye a paralelostok képesek a kosársejteket és a csillagsejteket aktiválni, ezek aztán eltérő helyeken, de a purkényes sejteket gátolni képesek, tehát például a kosársejt az az axon eredésén onnan, a csillagsejt pedig a dendriten. És van a golgi sejt is feltüntetve mélyebben a stratum granulozumban, amely, ha aktiválódik a paralelostok által, vagy akár direktben ez nincs bent a rajzban, akkor képes a maharost és a szemcsesejt közötti szinapszisban gátolni. Tehát ugye még egyszer kihangsúlyoznám, annak nincs értelme, hogy egy sejtet serkentünk egy rosttal, majd több sejt közvetítésre ugyanazt gátoljuk. Tehát úgy kell elképzelni, hogy van egy aktivált purkényes sejt zóna, és annak két oldalán a többi gátló sejttel gátló zóna keletkezik. Tehát ez csak egy sémás ábra arra, hogy a sejtek között milyen kapcsolat létezhet, de igazából térben ugyanazt a sejtet nem fogjuk legátolni, amit egyébként a polárostól például serkentettünk. És ez pedig bemutatja a intracellulális magvakat is, amely a kimenő pályáknak az eredése, és itt már be van rajzolva, amivel kezdtem is, amikor bejönnek a maharostok és a kúszorost, akkor ezek stimulálják a kisagyi magvak neuronjait, amiből a kimenő pályák indulnak, ezért van valószínűleg ez a felszálló és gátló rendszer, ami kicsit visszaveszi a túlzott stimulust. Persze ennél sokkal bonyolultabb a helyzet, és nem is tudom, hogy valaki ezt igazából rendesen átlátja, majd végén látjuk, hogy miért mondom ezt. Hát tulajdonképpen ezt ragozva ez az ábra is, tehát megint annak úgy önmagában nincs értelme, hogy például a maharos az a szemcsesejt közvetítés, vagy a paralelos által purkényesejtet aktivál, és aztán a kosár és a csillagsejten keresztül pedig ugyanaz gátolja, tehát ez mindig másik purkényesejtre vonatkozik, a bolgyisejt pedig hasonlóképpen. Erre szeretnék még kitérni, már az előbb említettem, hogy egy érdekes, úgynevezett komplex szinapszis van a maharost és a szemcsesejt dendritje között, ugyanis itt még a golgi sejt is megtalálható, kétféle nyúlványával is, ezen a rajzon csak egyet látunk. Ezért, mivel három idegsejt, tehát több mint kettő foglal helyet ebben a kapcsolatban, ezért ezt már nem egyszerű, hanem összetett szinapszisnak nevezik. A kisagyi glomerulus esetében tehát egy összetett szinapszisról beszélünk, amikor több mint két idegsejt találkozik. Mindegyik azonban axodendritikus szinapszist képez, ami azért érdekes, mert lesz majd benne egy gátló rész is, ami inkább az axonikus kapcsolatokat szoktuk elképzelni. Na most a klasszikus, tehát a maharost kékkel és a szemcsesejt dendritje közötti szinapszis, amit már korábban is mutattam, ez egy serkendő szinapszis, itt glutamát szabadul fel és izgatja a dendritjét a szemcsesejtnek. A másik, az pedig egy maharost és a zöld, tehát a golgyisejt dendritje közötti kapcsolat, ezt a Szent Ágatőkönyv nem írja, ez is egyébként serkentő, és aztán egy ilyen kontrollképpen, ha túl sok stimulus érkezik be, akkor a golgyisejt pontosan érzékelve ezt a túlzott excitációt, a axonjával, ami sárgával jelölve, visszakanyarodik a glomerulushoz, és ott képes gátolni a szemcsesejt dendritjeit, tehát ez is axodendritikus kapcsolat és gátló ennek elege.
A következő képek órai metszeteimből vannak, ahol egyébként a festési eljárásokat is át lehet ismételni megint. Az első egy nyiszül festési eljárással készült képet mutat, ahol ugye a savtartalmú komponensek kéken rajzolódnak ki, magvaska például, illetőleg a nagyobb endoplazmás retikulumok, amelyek egyrészt a perikáriumban, másrészt pedig a dendrit nyúlványok kezdetén találhatók, tehát a sejtnek a kontúra jobban előjön. A képen egy kurkényes sejtet látunk, rép alakú nagy perikarionjával és a dendritnek a kezdetét, dendritfa kezdetét. Alatt a stratumkoron azonban a legnagyobb tömegesebb számban előforduló szemcsesejteket, kis apró kerek maggal, és legfölül a stratum molekulára kezdődik, azonban annak az alsó részében oldalra kihúzott sejteket látunk, mutatván, hogy a nyúlványok oldalirányba terjednek ki, ezek pedig a gátló kosár sejtek lesznek. A baloldali felső képen egy kelemenféle eljárással a mélyenhüvelyes axonokat látjuk feketén, és ezek képeznek kosárszinapszis a purkinyes sejtek axonerősi dombja körül, egyébként pedig a stratum molekulára alsó részében haladnak harántúl. Háttérben lehet látni az apró szemcsesejteket is. Nagyobb nagyítása ugyanaz a festés, nagyon szépen kihozza a kosár szinapszist, valamint lehet látni egy kúszorostot is, ahogy megy föl a purkinyes sejti dendritfáján. Az utolsó kép pedig Golgi eljárással készült, aminél tudjuk, hogy nagyon szépen megjelenhet mind a sejtes, mind pedig a nyúlványrendszer, igaz, hogy nem tudjuk előre megmondani, hogy melyik sejt fog ábrázolódni. Nagyon szépen látszik a purkinyes sejt, rép alakú sejt testje, a dendritfa rendszere és a kis apró tövisek is a dendritfán. Golgi eljárással a többi kép is, kosársejt, amit látunk, hogy harántúl terjed ki, tehát a fóliummal párhuzamosan, a fólium a haránytengére párhuzamosan. Látjuk a folyandárszerű Bergman-Bier sejtet is, ami áthúzódik a stratum molekulárén és a sejtestével a stratum ganglionáriban van. Itt is látjuk a Bergman-féle sejteket. Stratum molekulára felső részében csillagsejtek láthatók. Egyébként a stratum molekulára kiterjedésére használjuk egyrészt a Bergman-Bier sejteket, másrészt pedig a purkinye sejteknek a dendritfáját, mert akkor nagyjából tájékozódhatunk, hogy körülbelül milyen mélységben vagyunk a metszeten. Ezen a képen lehet látni purkinyes sejtet, tehát két összefekvő fólium közötti bevágás van, tehát ilyen irányban van a stratum molekuláre és a dendritfa kiterjedés, a másik fóliumban pedig pont ellentétesen a Bergman-Biernak a nyúlványrendszere is. Aztán látunk ilyen maszatos foltokat, ezek asztrociták, az ezüst rárakódik ez a nyúlványrendszerre. Ha ezt meg tudjuk mondani, hogy még a szürke állományban van, mert a Golgi sejtek, ami egy hatalmas szabálytalan sejt például, tehát ezen területén helyezkednek el, akkor valószínűleg ezek plazmás asztrociták lennének, ha pedig már a fehér állományban, akkor a rostos asztrociták. És a leggyakrabban előforduló sejtípus a szürke állományban, az egész központi idegrendszerben ezek a kis szemcsesejtek, 4-5 madárkaromszerű dendrittel. Összefoglalva a két nagy stimuláló rendszert, tehát a pályák többsége, majd a következő adáson látjuk pontosan honnan érkeznek és milyen erők, itt csak fel vannak durván sorolva, tehát Moharostól érkezik, és egyrészt stimulálja közvetlenül a kisebbi magvakat, másrészt pedig a szemcsésejten keresztül a purkinyesejteket. A másik pedig, és az csak egy helyről érkezik, a nucleus solidaris inferiorból kúszorossal egy másik rendszer, ami pedig egyrészt ugyancsak a kisebbi magvakat stimulálja, másik pedig közvetlenül a purkinyesejteket. A purkinyesejtek önmagukban gátlóak a megadott kisebbi magvakra, tehát pont azért legyen egy negatív kontroll, ha túl sok stimulus érkezik, és egyébként említettem korábban, hogy a kisebbi magvakból indulnak elsősorban a referens pályák. Vannak aztán bekapcsolva a gátló internálonok, ugye beszéltük a kosár sejteket, csillagsejteket, meg igazából a Golgi sejteket is ide lehet sorolni, amelyek aztán a gátlás gátlásával a purkinyes sejtet képesek aktiválni, és az a
kollaterális gátlás zónájában a kisagyi magvakra nézve testimatológus lesz. Valami lényege az egésznek, hogy miért van ez a direkt és hát egy bonyolultabb kör. Abból indulunk ki, hogy a purkényesrétek gátlóak a kisagy magvakra, akkor feltétlenül a bejövő afferensek, tehát a marostok és a kúszorost által jövő pozitív stimulációt kell valahogyan kordába tartani, és ez a purkényesrétek által érvényesül. Egy keresztmetszeti képet mutatok összefoglalva a fóliumból, purkinyesejtekkel, föntről nézve pedig így látnánk egy síkban, tehát a kiterjedését a purkinyesejt dendritfájának, és ugye két irányban az aktivált zónától, amit most fekete purkinyesejt jelöl, két irányban 10-15 purkinyesejt szélességben kétfajta gátlósejt aktiválásával, tehát gátlózónát eredményezünk a purkinyesejtekre nézve, a felső a csillagsejt, az alsó pedig a kosársejt lenne. Ugye ez így látszik föntnézetből. Tehát ez lesz majd az aktivált zóna purkinyesejtekre nézve, két oldalt pedig a gátló, és berajzolva a legnagyobb sejtet, a kisebb szürkelemben a golgyisejtet látjuk, amely teritoriumot képezés, így felülnézetből lehet látni ezeket a henger alakú egységeket, amelyek funkcionális és morfológiai egységek is. És a legtömegesebb sejt, tehát a szemcsesejt, amely tehát egy keresztmetszeti képen látszik az axonjára felszállva, aztán a fólium osztengelyével párhuzamosan halad, tehát fekete pontok formájában látnánk egy keresztmetszeti képen, fönt nézetből pedig lehet látni, hogy durván hát itt nem látjuk a teljes kiterjedését, de 400 purkinyesejt hosszában képes aktivált zónát elérni. És ez az egyébként, amely a gátlósejteket is bekapcsolja, és akkor oldalirányban pedig a purkinyesejtek 10-15 purkinyesejt szélességben gátló. Hát itt egy-két érdekességet írtam fel, hogy az egybejövő oliváris afferens 10 kúszorostra válik durván, és akkor egy-egy kúszorost egy-egy purkinyesejtet képes gátolni, míg a moharost a sokkal többet, elágazva akár négyszernál több szemcsesejtel is képes kapcsolatot hozni, akár nem csak egy, hanem több fóliumon keresztül. Aztán ezt említettem többször, hogy egy paralelos az 400 purkinyesejtet körülbelül tud aktiválni, és egy durván egy 7 mm-es hosszúságú zóna lenne. Itt egyfajta divergencia található, hiszen egy paralelos több purkinyesejtet aktivál, míg van egy konvergencia is, hiszen egy purkinyesejten kb. 175 ezer paralelos fut át, és az képes szinapszist. Ez pedig az utolsó előtti ábra, ami mutatja összefoglalva, hogy van egy olyan rendszerünk, amely a fólium osztengével képes aktiválni, és van egy keresztbe a kúszoros, amely kékkel van jelölve, az pedig erre merőlegesen. A következő előadásban már kitérek, hogy mi lesz ennek a szerepe igazából. És hát ez egy ilyen újabb elképzelés, egy 2016-os cikkből vettem, ahol az alapsejtek mellett még egy dugáró sejtet is megkülönböztetnek már, amelyek gátlóneuronok, illetve van egy unipoláris kefesejt, ide tettek az ábrán, amit lehet látni sárgával, az egyik az gátló, a másik serkentő, ezek még jobban cizellálják ezt az egész amúgy is komplex szabályozási rendet, vagy rendszer. És még valami újdonság, hogy a könyveikhez képest, hogy az oliva inferior, az kap direkt kapcsolatot a nucleus dentatusból elsősorban, tehát kisagy magvakból, ez még nem szerepelt a tankönyvekben. Hát összefoglalva az adatokat itt gyűjtöttem ki, tehát a moharos kétféleképpen képes a golgyisejtet aktiválni, ezt az ábrákon lehetett látni, direktben, illetőleg a paralároston keresztül, és a stratumolekuláriban vannak a gátlósejtek, ezt jelöltem MRI-vel, valószínűleg ezek a purkinyesejtek aktivitását képesek szinkronizálni. És van ez a mikrokör, amely az oliva inferiornak a szerepét
Nucleus olivaris inferior szerepét fogja kiemelni, mert tehát közvetlen kapcsolatot kisad és a nucleus olivaris inferior között eddig nem tételeztek fel, csak a nucleus olivaris keresztül erre majd a következő adásban kitérek. Köszönöm szépen a figyelmet!